Isten békével köszöntöm a kedves nézőket és rádióhallgatókat a Speránca Reménység Televízió kereszt utadásában. Most már egy negyedik alkalommal elmélkedünk arról, hogy mit is jelent Istennek ígérete az emberi család számára, és hogy milyen szövetségben bontakozott és bontakozik ki a mi életünkben is. Kegyelem az, ami számunkra, hogy a Jó Isten nem hagyott magunkra a bűnbeesés után, sőt, mi több életet és lehetőséget adott arra, hogy újból válaszunk, mégpedig őt. Ez a szabad döntési lehetőség talán az egyik legnagyobb ajándék a jó Istentől, ami Istennek szeretetén alapul. A mai beszélgetésünknek a címe Örök Szövetség. Vajon melyik lehet ez az örök szövetség? Az íge, az alapige, amiről elmélkedni fogunk a bevezető gondolatokban, a Mózes első könyve 17. fejezet 7. versében így hangzik és megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted. És te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te neked, Istened, és a te magodnak te utánad. Köszöntöm meghívott vendégeimet a stúdióban, Verebi László Lelki Pásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm, hogy együtt lehetek a nézőkkel. Ugyanúgy köszöntöm Mutnyán Rezső Károly lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és olyan messziről eljöttél te is erre a beszélgetésre. Megtiszteltetés, és ugyanakkor én is köszöntöm a kedves nézőinket. A Bánáti Egyház terület közösségéből jöttetek, és képviselitek az ottani magyar testvéreket, gyülekezeteket. marosvásár Marosvásárhelytől elég messze van, talán ezért is találkozunk ritkában itt a keresztút adásában, de minden egyes alkalmat nagyon értékelek, és köszönök nektek együtt a kedves televízió nézőkkel. Mai alkalommal egy nagyon fontos témát szeretnénk megbeszélni, megvitatni, gondolatainkat elmondani, hiszen az örök szövetség lesz a témakör. A kérdés kört azzal indítanánk, hogy mit is jelent a szövetség. Kicsit elemezzük ezt a kifejezést, hogy mit jelent a szövetség, az örök szövetség, és Isten és az ember között. Talán leegyszerűsítve az egészet, ezt kezdjük a legegyszerűbbtől. Ugye a szövetség az egy egyezmény, amely meghatározza a feleknek a kötelezettségeit is. Ez egy törvényes szerződés, de egyben kapcsolat is. Talán ez a legfontosabb. Tehát ne felejtsük el, a szövetség, Istennel kötött szövetség az egy kapcsolat. Mi a célja ennek? A célja, hogy helyreállítsa a bűnbe esett embert. Ugye azt tudjuk, hogy a bűn az egyenlő a kapcsolat megszakításával. Amikor az ember védkezett, megszakadt a kapcsolat. Isten kezdeményez egy szövetséget, amely által ő megpróbálja helyreállítani ezt a kapcsolatot. Talán még annyit fűzhetnénk hozzá, hogy, hogy a szövetség az egy Közös cél érdekében tett ígéretek. Tehát egyik és másik fél egy cél érdekében ígérnek bizonyos dolgokat, úgymond szövetségre lépnek egymással, és ebben az esetben Isten és ember között is ez történt, ahogy már hallottuk. Miért volt szükség a szövetségre? És talán jó lenne visszatekinteni egészen a kezdetekre, ahol megtaláljuk erre a kérdésre a választ, mert lehet. Volt olyan generáció, és talán ma is lenne olyan nemzedék, amelyik azt mondaná, hát nekem nincs szükségem az Isten szövetségére. De mégis, miért van szükségünk a szövetségre? Isten nélkül mi el vagyunk veszve. Ennek tudatába kell legyünk, beismerjük vagy nem, de ez az igazság. Isten nélkül el vagyunk veszve. Nos, amint említettem az, az előbb is, a szövetség az kapcsolatnak a helyreállítását jelenti. Ha nincs kapcsolatom Istennel, el Ezért én hiszem, hogy ameddig itt ezen a földön élünk, és az örök életen át is, szükségünk van erre a kapcsolatra, erre a szövetségre. Miért volt szükség? Nagyon röviden mondva a bűneset miatt. Ugyebár a bűneset az azt jelenti, hogy áthágtuk a törvényt. Ezért a kapcsolat megszakadt Isten és ember között. Ugye bár tudjuk, hogy mert a bűneset megtörtént, ez nem azt jelenti, hogy megváltozott a törvény, vagy pedig a Jóisten változott volna. Jóisten tudjuk, hogy az egész világ mindensége törvények alapján irányít, így tartja fenn a rendet, természet törvényei ismerik egymást. Ugyanakkor a teremtés koronájakor, és a teremtés koronáját, magát az embert különleges képességekkel, ruházta fel, igaz? Az a saját képmására, Jóisten. Tehát az embertől elválta, hogy az erkölcsi törvényt is megtartsák. Na most ennek volt az áthágása, a bűnbeesés. És ilyen formában, tehát az ember kiesett valahonnan, és az Isten pedig ezen szövetségen keresztül próbálja az embernek a lehetőséget megadni, hogy ismét visszakerüljön, ahonnan kiesett. Az egyik legszomorúbb élethelyzet, amikor... Egy új élet jön a világra, és a szülők örvendenek annak a gyermeknek, egészséges, minden rendben van, és egy néhány nap után kiderül az, hogy mm -hmm. problémák vannak a gyermek egészségével kapcsolatosan. Egy óriási öröm, óriási boldogság, és annak az ellenkezője egy idő után óriási szomorúság, csüggedés és reménytelenség. Talán hasonló volt sokkal nagyobb mértékben a jóisten szívében az a az érzés, az az élmény, amit megélt az, emberi, az, emberre nézve, de talán Ádám és Éva életében is, miután megtapasztalták a tökéletes egységet, szépséget a jó Istennel, a, a, bűntelenséget, egy bizonyos idő után beállt a, a bűn miatt az elmúlás, megtapasztalták azt, hogy mit jelent a halál saját családjuk életében is, gyermekeik sorai között. És éppen ezért került sor arra, hogy a Jóisten újból ígéretet adjon és szövetséget kössön. Habár nem olvasunk arról, hogy Ádám és Évával egy különleges módon lett volna szövetség kötve most a szó használatra utalok, de mégis azt tudjuk az ígéből, hogy megköttetett ez a megújítási egyezmény Ádámmal és Évával, és általuk az egész emberi család élvezheti a szabadító munkáját, Jézus Krisztusnak a munkáját. Miért fontos az, Nekem is, nektek és mindenki számára úgy tekinteni arra, Istennek arra beavatkozására, amit szövetségnek nevezünk, Isten szövetséget kötött az emberrel, hogy az örök. Az, hogy örök, az nekünk egy bátorítás. De talán mielőtt az örök szónak a fontosságáról beszélnénk, talán nem árt megemlíteni, hogy ezt a szövetséget mi emberek nem kezdeményezhettük. Ez lehetetlen. És az a tény, hogy bűnbesés után, miután mi megszakítottuk a kapcsolatot, a közvetlen kapcsolatot Istennel, Isten az, aki kezdeményezi ezt a kapcsolatot, ez Isten csodálatos szeretetéről beszél. Lehet, hogy sokszor fel sem tudjuk fogni, milyen sokat jelent ez, hogy Isten az, aki kezdeményezi ezt a szövetséget. És most térünk az örök szóra. Ugye az, hogy örök, az, hogy véget nem ér. Ez Isten szeretetéről beszél. Ő egy olyan kapcsolatot akar velünk uh, létesíteni, amely soha nem ér véget. Hát ez, ennél, ennél szebb nem is kell. Tehát az örök szónak ez a, a, az egyik uh, jelentése. Véget nem érő szeretettel szeret Isten. Ugye Jeremiás profét is mondja, hogy örökké való szeretettel szeretlek. És az örök szövetség, ez pontosan ennek a kifejezője. Tehát eredetileg is az Isten örök életet teremtett bennünket. Ez volt a terv. Hogy közben az ember elbukott, erre is meg volt a megmentés, a megváltás terve de ugyanezt erre akarja ezt a mondjuk úgy kegyelmi szövetséget a Jóisten felhasználni, hogy ismét ebbe az örök állapotba visszahelyezem bennünket, ahogy azt eredetileg is elképzelte. És ha még szabad, nekünk embereknek az, amit eddig mind mondtunk, ez egy, az, hogy örök, az egy bizalmat ad Istenben, és egy nyugalmat. Tudom, hogy Isten nem változik meg, és tudom, hogy ő szeret. Ez nyugalmat ad számunkra. Említettétek azt, hogy a szövetségkötés az Istennek a kezdeményezése, Istennek a munkája a mi életünkben. Miért fontos az a tény, hogy, és az annak a tudata, hogy a Isten a kezdeményező, a Isten által működik ez a szövetség, és ő állapítja meg a szövetséget és annak minden részletét, nem pedig az ember. Kicsit furcsa volna az, hogy mi szabnánk a feltételeket. Mondjuk először nem volt szövetség, mert éltünk egy csodálatos összhangban a világ mindenségen belül, mi is, Isten új teremtményei. De mivel mi áthágtuk a törvényt, kiestünk úgymond ebből a biztonsági zónából, akkor az Istennek a kegyelmi szövetségi az, ami aki felajánlja nekünk, hogy visszakerüljünk ebbe a úgymond nevezzük ezt biztonsági zónának. És maga, ha vissza szeretnék viszont kerülni, itt viszont, itt vannak bizonyos feltételek, úgymond az engedelmesség Isten törvény iránt, ami alapján visszakerülhetünk. Tehát se, sehogy se ö, ö, volna helyes, hogy talán mi a feltételeket, a Jóisten az, aki felajánlja mi számunkra, és ez egy kegyelem, szeretet által teremtő Istentől. Talán még csak annyit mondanék, hogy ha mi emberek kezdeményeznénk, akkor elég valószínű, hogy mi önző. <coughs> Emberi gondolatokkal uh, szabnánk meg a szövetségnek a feltételeit, és tudjuk, hogy amikor mi azt hisz, vannak dolgok, amiről mi azt hiszük, hogy jók, a javunkra vannak, de azok nem úgy vannak. Az a tény, hogy Isten az, aki kezdeményezi a szövetséget, Isten az, aki uh, megalapítja a szövetségnek a feltételeit, ez nekem egy garancia, hogy ez tökéletes, és minden az én javamat fogja szolgálni. Lépjünk akkor tovább, és vizsgáljuk meg azt a szövetséget, amit a Jóisten kötött Ábrahámmal, Ábrahámon keresztül gyakorlatilag az emberi családdal. Úgy olvassuk a Mózes első könyve 15. fejezet 7. versében, és mondaná neki: Én vagyok az Úr, aki téged kihoztalak, Úr hogy neked adjam a -e földet örökségedül. Jó, hogy elolvastam ezt az igét, az volt a, a benyomásom, hogy mintha. Izrael népének szóló igét olvasnám, amikor megszólítja őt, én vagyok az úr, aki kiosztalak téged Egyiptom földéből, de hát itt még jóval 420 évvel előtte vagyunk, Ábrahám élettörténeténél, ahol ugyanazt olvassuk, hogy az úr ki akarja vezetni, hozni Ábrahámot valahonnan, úr Mit jelentett ez a kivezetés, miért kellett Ábrahámnak kijönni onnan? Ez elsősorban újból visszatérünk a szövetség tisztaságára. Istennek a terve, hogy egy tiszta népet uh, formáljon, alakítson. Na most, mi azt tudjuk nagyon jól, hogy Urkaszidinban a nép az nem volt tiszta. Sőt, bálványi Mánta nép volt. Uh, az, hogy kialakíts valamit, ami teljesen, úgy, tehát hogy mondjam, egy ilyen um, légüres térben, ahol nincs befolyása bűnnek, az Ábrám ki kellett jöjjön abból a környezetből, és onnan kezdje a dolgokat. Ott, ha ott maradt volna, elég valószínű, hogy ugye a, a befolyás, a, így is tudjuk, hogy Izrael történetében ez nagyon sokszor megtörtént, de az úrnak nem ez volt a terve. Az úrnak az eredeti terve az, kiviszlek innen egy tiszta, légüres térbe, ahonnan megszületsz. Ö, steril körülmények között, ha éljek a modern nyelvezettel. És akkor igen, innen kialakítjuk szépen azt, ami kell. Tehát ez volt Istennek az eredeti terve. Ezért Ábrámnak ki kellett vonulni onnan, ahol volt. A jósten már ugyebár sokat emlegettük a kezdeteket, Ádám és Éva, bűnbeesés, hisz ott alakult meg a szövetség, a kegyelem szövetsége, és a Jóisten mindig vigyázott, hogy úgymond megmaradjon egy, egy olyan ö, nép, vagy egy olyan ö, ember, vagy emberek, akik, akik végig viszik ezt az igazi Isten hitet, akik, akik, ö, hogy mindig fennmaradjon ez. És így volt Ádám, aztán ö, Sét, utána ö, Noé, és mondhatnánk még többeket ebbe a vérvonalba. És ugyebár a Noé sém utáni vérvonalból jön majd Ábrahám és a, a bábeli szétszóratás után, igaz, amikor József szétszórta az embereket, akkor onnantól fogva mondjuk, hogy a báványimádás egyetemessé vált az egész világon. És ez az egyetemes báványimádás közepette, mondhatjuk azt, hogy Ábrahám volt az, aki képviselte tovább ezt az igaz hitet, és bármilyen volt körülött a báványimádásuk, mégis, mégis hűséges volt a Jóisten. Ez. Na most ez a, ezt a, de ahogy említette Káro is, tehát hogy ott nevelje fel a családját, abban a környezetben, ha ő hűséges is maradt, de egy, egy nevelést akart elérni, egy népet akart kihozni, ki kellett onnan vonulni a pusztába, ahol nem látják állandóan a ha bár körülöttük az volt, de ott mégis tisztán tudtak, mondjuk úgy, tisztán tudtak nevelődni az igazisten hitben. Köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, mint a saját életünket szemléltük volna az elmúlt néhány percben, hogy a Jó Isten ki akar vezetni bennünket abból a gondolkodásmódból, abból a, abból a szokásrendszerből, amit kialakítottunk, és azt szeretné, hogy egy olyan életet éljünk, ahol ő tudja formálni a mindennapjainkat, a gondolatainkat, a szokásainkat. Ki teszi ezt meg? Ki tette meg? Ábrahám életében, ki tudja ezt megtenni a mi életünkben. Úgy olvassuk az ígében, amit, amit, már elolvastam a hetedik versben, hogy én vagyok az Úr. Mi a súlya, jelentősége ennek a megnevezésnek, amit a Jóisten használ önmagára nézve, hogy én vagyok az Úr? Hadd kezdjek egy olyan filozófiai válaszsal. Ugye azt tudjuk, hogy a jelen az, ami meghatározza az életet. A múlt, az a jelenhez van viszonyítva. A jövő a jelenhez az van viszonyítva. Isten pedig úgy mutatkozik be, én vagyok a jelenben. Ezáltal valahogy ki akarja fejezni azt, hogy a múltban is, a jövőben is, a jelenben természetesen mindig velünk van. Tehát egy, a, a, Isten minden hatóság, nem is a, annyira minden hatóságát, az örökké ezáltal ő kifejezi. És ezáltal valahogy egy garanciát, egy biztonságot nyújt Ábrahámnak, hogy én vagyok az, aki voltam, vagyok, leszek, és én vagyok az, aki elhívlak téged. És Ábrahámnak ez nagyobb bátorságot adott arra, hogy ő elköltözzön, kiinduljon az ismeretlen felé. A 145. zsoltár 18. verse azt mondja: Közel van az Úr mindenütt hívóhoz, mindenki az, aki hűséggel hívja őt. Tehát mi is. Hogyha hívjuk a Jóstent, és bármilyen nehéz körülmények között legyünk, a Jóisten akkor is ott van, én vagyok. Tehát mi bízhatunk a Jóistenben, hogy a mély életünkben is, hogy Ábrahám hívta, és a Jóisten jelen volt, épp így mi is hívhatjuk, és a mély életünkben is ott van, és segíthet rajtunk. Az én vagyok kifejezés, megnevezés, én vagyok az Úr, végigvonul a, a Szentírás lapjain. És az Új Szövetségben is találkozunk a vagyok kifejezéssel, az én vagyok kifejezéssel. Igaz a 2021-es év magyar evangelizációs sorozatát is erre építettük a magyar közösségben, és nagyon sok szép gondolatot érthettünk meg és tanulhattunk meg ezáltal. Mit jelent az én vagyok az Úr az Új Szövetségben? Én vagyok. Ezt mondta Jézus Krisztus, amikor a gecsemányi kertben is elfogták, igaz, az elfogatásnak a pillanataiban kérdezték a nevét, és mondta, hogy én, én vagyok. És akkor, mikor kimondta ezt, tudjuk, hogy földre, földre estek. Tehát maga Istennek a neve. Ott, mint Istenként jelent meg Jézus Krisztus, és ennek a hatása volt az, hogy ugye bár az emberek földre estek. Tehát ezen túl, ebben látjuk az Isteni megnyilvánulását ennek a névnek, de ezen túl Jézus Krisztus számtalan esetben, mint hogy a sorozatban is, hogy említve volt, használja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a feltámadás az élet, én vagyok a jó pásztor, és így tovább, amiben, amiben Krisztus mondjuk úgy bemutatja az, hogy az Isten Jézus Krisztus által minden, ami számunkra. Minden szükségletünket betölti. Bármilyen formában számíthatunk rá, én, én, én vagyok a múltban is, vagyok a jelentben is, vagyok a jövőben is, tehát ez, ezt is kifejezi ez az én vagyok, hogy nem lehet beszorítani a Jóisten bizonyos keretek közé, sem térben, sem időben. Az Isten állandóan ott van, ezért még bizton számíthatunk rá. Milyen érzések támadhatnak fel az emberi szívben, tudva ezt a valóságot és ezt az igazságot, amit elmondhatok, hogy az én vagyok úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, ugyanaz az Isten, aki oltalmazta, védte, vezette az emberi életet, és hogyha probléma gondadódott, akkor a megmentésére sietett, és gyakorlatilag az én vagyok az Úr az Ószövetségben, ugyanaz, aki, aki az Új Szövetség idején Jézus Krisztus a megmentésünket is eredményezte azzal, hogy saját életét megáldozta, feláldozta a Golgotán. Milyen érzések keríthetnek be bennünket, illetve bárkit tudva ezeket a gondolatokat? Hogyha érzésekről beszélünk, ez attól is függ, hogy milyen Isten képünk van. Ugye különböző képpen értelmezhetjük Istent, és látjuk a világunkban, hogy nem mindenki viszonyul helyesen Istenhez de hogyha a helyes istenképünk van, ha megértjük az én vagyok szónak, amit az előbb László említett, a, az teljes jelentőségét, akkor csak egyetlen egy érzés ö, csoport vehet, ö, uralhat engem, az a biztonságérzet, a nyugalom, és nem utolsó sorban az alázatosság. Mert akkor megértem, hogy a világegyetem központjában nem én vagyok, hanem a nagy én vagyok, hanem Jézus Krisztus van ott. És akkor igen, inalázatos vagyok, mert tudom, hogy ő az, aki vezet. Nagyon sok embernek az életében látjuk a nyugtalanságot, a békételenséget. Gondoljátok, hogy oda vezethető, hogy ez azért van, mert nem értették meg és ismerték meg az én vagyok urat, Istent, a szentírásban felelhető Istent? Nagyon könnyen lehet. Egy példázatot is találunk a Bibliában erről, a talentumok példázatát, és ott is ugye bár Jóisten kioszta a talentumokat, és, és egészen más képet lát a Jóistenről, aki öt vagy két talentumot kapott, mint aki egy talentumot kapott. Ő egy szigorú Istennek képzeli el, aki, aki mindent az akarata szerint behajt az emberen. Tehát ez az, ez az, ez az Isten kép, ez, ez, nagyon fontos, hogy az ember hogy látja meg a mindenható Istent, és hogyha mi időt szánunk arra, hogy megismerjük az Istent, és van rá lehetőség Isten igény keresztül, Jó Isten vigyázott, hogy mind a mai napig fennmaradjon, ezen belül ö, maga Jézus Krisztusos, sokat tanulhatunk maga, a mi életünkben megtapasztaljuk a jelenlétét, tehát ha mi időt szánunk arra, hogy megismerjük az Istent, akkor bizonyára egy helyes Isten alakíthatunk ki, és akkor meglátjuk, hogy ő szerető Isten, ő aggódó Isten, ő szeretne visszaállítani abba az örök, Boldogságba, mint amiből kiestünk. Ha pedig ez az ismeret hiány nincs meg, mert nem szánunk rá időt, akkor bizonyára megmarad a gonosznak a sugalata, és egy hamis gonosz Istent látunk csak. Felelősek vagyunk-e azért, hogy megismerjük a Jó Istent úgy, abban a e, valóságában, amilyen ő? E, vagy a Jó Isten alakítja minden embernek az életét úgy, hogy megismerje, vagy esetleg ne ismerje meg? Kitől függ az, hogy megismerhetem -e én a Jó Istent úgy, ahogy ő valójában létezik és van? Talán illusztrálnám. Ugye itt van ez a könyv, a Szentírás. Ez mindenkinek elérhető. Most a mai modern világban csak annak nincs, akinek nem akar legyen. De ezt tarthatom otthon a polcon, tarthatom és csak időnként beleolvashatok, vagy tanulmányozom. Ugyanígy van Istennel is. Ő kinyilatkozik. Ő mindenkinek egyformán felajánlja ezt a szövetséget, ezt a kapcsolatot. Egyesek a polcra teszik ezt a kapcsolatot, illetve nem érdekli őket. Mások csak időnként, szükség esetén, vagy időnként, alkalmanként veszik igénybe ezt a kapcsolatot. És ott van egy másik kategória, aki rendszeres kapcsolatot kiépítve. Nos, visszatérve a kérdésedre én vagyok köteles. Tehát a lehetőség itt van. A jelenések könyvében, a harmadik fejezet 20. versében azt, azt, a képet olvassuk, hogy Jézus ott van a szív és zörget. Na most kitől függ, hogy bent legyen, vagy ne legyen? Az csak is tőlem. És akkor természetesen, ha bent van, ha kapcsolatom van Istennel, ha megértem ennek az én vagyok kijelentésnek a mélységét, akkor nyugodt vagyok és biztonságban érzem magam. Minden körülmények között. Ameddig csak Részletes ez a kapcsolat, ameddig csak tudok róla, addig természetesen, hogy nem bízok abban, hogy Isten az, aki vezet, addig saját kezemmel, saját magam akarom ezt irányítani, és természetesen az emberi erőfeszítéseknek mindig a bizonytalanság az, az, az eredménye. Menjünk tovább, és vizsgáljuk meg azt, hogy az Ábrahám életében milyen is volt a találkozása jó Istennel, a 17. fejezet első verséből is megláthatjuk, felismerhetjük ezt a jelenetet, illetve Ábrahámnak ezt a tapasztalatát. Mikor Ábrahám 99 esztendős vala, megjelenik az úr Ábrahám, Ábrámnak, és mondané ki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Baradjunk még annál a gondolatnál, hogy a Jóisten miként jelentette ki magát Ábrahámnak itt ebben a helyzetben, amikor azt mondja, hogy én a mindenható Isten vagyok. És miért van jelentősége, fontossága ennek Ábrahám életére nézve? Nagyon fontos a Jóistennek, hogy úgy mutatkozzon be, például egy, ebben az esetben, hogy bizalmat keltsen az emberben. Tudjuk, hogy már előtte is találkozott a Jósten, és már több ígéretet tett neki, de az ígéretek nem igen teljesültek még. Már Ábrám 99, mint hogy olvastuk az ígében is, 99 évet töltött be. És most megszólítja a Jósten, és megerősíti megint az ígéretet, hogy neked fiat fog születni. De már 99 éves vagyok, hát már ott a kételkedés, hogy na vajon tényleg még, még ez megtörténhet az én életemben? de azt mondja, én a mindenható Isten vagyok. Tehát jó akarja bátorítani, azt mondja, hogy nálam nem számít az évszám, nálam nincs lehetetlen, és ezért bízál Ábrahám, mert igenis a te életedben, amit én egyszer megígértem, az valóra válik. Hogy mikor jön az ideje, az a jó a dolga, de te tartsál ki, erősödjél meg a hitben. Tehát ezt akarta mindenképpen a Jóisten, tudjuk, hogy a neveknek jelentősége van, említettük. És mindig itt a Jóisten, más esetben is, de a Jóistennek a nevei által megismerhetjük az ő személyiségét, az ő valóságát. Ebben az esetben itt kimondottan erre volt szüksége Ábrahámnak, és így mutatkozott be a Jóisten, hogy mindenható vagyok, nincs lehetetlen nálam. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Ábrahám ott kellett hagyjon egy stabil otthont, és elindul egy ismeretlen fele. Ő nem tudta. Ő megbízott Istenben, de nem tudta, hogy hova megy. Isten nem sok magyarázatot adott neki. És ebben az esetben szüksége volt egy bátorításra. Én vagyok a mindenható Isten. Ha te nem is tudod, hogy hova viszlek, bízzál meg, mert bármi történik, én veled vagyok, én mindenható vagyok, előttem nincsenek akadályok. És Ábrahámnak szüksége volt erre a bátorításra már csak azért is, hogy elinduljon. És utána, mint László is említette, igen, utána pedig, hogy betes egy olyan ígéret, ami emberileg elég furcsán, nehézen elhihetőnek tűnik az adott pillanatban. A Jóisten különbözőképpen nevezi meg magát a Biblia lapjain. Van egy néhány forma, ahogy kiejtették, kimondták, kiolvasták a zsidók az Isten nevét mit jelentenek ezek a nevek, tudnánk esetleg ezekből egyet, kettőt, hármat megemlíteni, illetve ebből arra kell következtessünk, hogy a Jóisten akkor igazából nem is egy? Nekem egy kedvenc, több van, nagyon sok elnevezése van Istennek. Egy kedvencem van, amit nagyon sokszor említek, és ami most kapcsolatban van Ábrahámmal is, amikor ugye Ábrahám többször megbotlik, ugye néha ingadozik a hite, a bizalma Istenben, és egy adott pillanatban Isten megkéri, hogy felkéri őt, hogy feláldozza az ő fiát, Izsákot. Tudjuk a történetet. Ez az egyik legjobb lecke, amit Ábrahám megkap, hogy az Úr gondot visel. És itt az Isten úgy mutatkozik be Jehova ére, tehát a gondviselő Isten. Ez nem azt jelenti, hogy több Isten van. De Istennek több tulajdonsága van. Ugye, hogyha leírom, leírjuk egymást, ugye, hogy megkérdezik tőlem, hogy milyen a valaki, akkor én nem csak egy tulajdonságot sorolok fel. Több tulajdonságot. És Isten esetében, mikor ő bemutatkozik különböző neveken, különböző tulajdonságokkal, ez csupán csak azt mutatja nekem, hogy Isten az életnek minden területén ő a gondomat tudja viselni. Egy olyan Isten, aki az életnek a minden területére van egy megoldása, és éppen ezért teljesen megbízhatok benne. Ezért nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, ha a gondviselő Isten. Persze több van. El, Eloha, hatalmas Isten, vagy El Raffa, az Úr, egy gyógyító, a gyógyító Isten, vagy El Zevá, a, a, seregek Istene. Tehát tényleg nagyon sokat fel tudnánk, vagy legalább húszat sorolni is, mert lehet még annál több is van. És ezekben mind az Isten jellemének egy, egy, egy más részletét, egy más aspektusát, aspektusát mutassa be, ami számunkra, és ez növeli az ember bizalmát, hogy ezt is, azt is, amazt is, mennyi mindent tesz az Isten életünk, mennyi minden az Isten értünk. Hányszor jelent meg az Úr Ábrahámnak, van -e esetleg ennek fontossága jelentősége, és mi volt a megjelenésének célja, valahányszor ezt megtette? A Szentírásban, ha elolvassuk, az Úr elég sokszor megjelent Ábrahámnak ami a szövetség kontextusába illeti, ami a tanulmányokat, tanmányok megemlít, az három fontos találkozásról van szó. Ugye az első az a Mózes első könyvében, a 12. fejezetben van, amikor elhívja, tehát ez az egyik fontos, ami a szövetséget illeti. A második az, amikor a 15. fejezetben megígéri neki az izsák a fiú születését, és a harmadik, amit megemlít a lecke, az a név változtatása. Ugye mi említettük, a névnek fontossága van, fontossággal bír, és Ábrahámnak a nevét meg kell változtatni, ez bátorításképpen ez, ennek jelentősége van. És természetesen itt megjelenik a körülmetélés is, ami a szövetségkötésnek a külső jele, mondjuk úgy. Tehát nagyjából ez a három. Persze a lecke nem említi meg, és nincs kapcsolat a szövetséggel, ugye amikor az angyalok mennek sodomás gomora, Gomorra elpusztítására, akkor is találkozik Istennel Jézus Krisztus személyében, de ez már nem a szövetséggel kapcsolatos találkozás. Tehát ez a három lenne. Én próbáltam összeszámolni egy kicsit konkrétabban, én hét ilyen megjelenést találtam az ígében. Persze benne vannak ezek a szövetség, és a többi is. Más már nem sorolom fel őket, de úgy tűnik, hogy milyen célja volt mindennek. A hetedik megjelenést, ami már konkrétan, itt én is gondolok, a, amit a Bibliával olvasunk, az Izsák feláldoztatása, ott mikor az Isten szólal meg konkrétan, tehát azt is nevezhetünk egy ilyen találkozásnak. <hül> Mint ha ez lett volna a célja, ott a következő dolog hangzik el, a, 22. fejezet 12. versében, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne básd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Tehát a nevelés volt a célja. Minden megjelenésnek a Jóisten mindig elmondta, mit akar, mindig bátorította, irányította, parancsokat adott neki, el kellett végezze, a türelmet meg kellett tanulja, de a végcél a nevelés volt, és a végén ki tudta mondani, Jóisten, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Elérte a célját Ábrahámmal. Csodálatos dolog az, amikor a Jóisten Isten jelenti ezt ki egy gyermekéről, hogy az, amit elképzelt, az, amit eltervezett, az megvalósult, és nyilván Ábrahám életében is a megígért üdvözítő által tudott megvalósulni mindaz, ami az életében megtörtént, hiszen úgy olvastuk az előbbi a 17. fejezet első versében, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Mit jelentett ez a tökéletesség, az Isten előtt való járás, Ábrahám életében, amiről a Isten végül is azt mondja, hogy most már tudom, tehát most már célba értél, most már bizonyítottál nálam. Mit jelentett ez talán az ő gyakorlati életéből, hogyha le tudnánk olvasni egy néhány képet arról, ami számunkra tanulságként? Ábrahámnak az élete, amint akár még künknek az élete, mikor találkozol Istennel, amikor elhív Isten, fellelkesedsz. De miközben Mész a hit útján, vagy Ábrahám ment az ő útján, időnként csökken a hitünk, csökken a bizalmunk. Néha megbotlunk. Ábrahámról azt mondjuk, hogy igen, ő fejlődött. Ugye először hazudik, utána fél. Tehát vannak bizonyos botladozásai, de eljutott arra a szintre a többszörös találkozás Istennel. Tehát Istennek a, a találkozásai éppen ez volt, nevelő célja volt. Eljutott arra a szintre, amikor feltétel nélkül megbízott Istenbe. És itt a, a, megint visszatérünk a Moria-hegyi e, esetre. Amikor megy felfelé, és a fia megkérdezi, hogy apukám azt hiszem elfelejtette valamit, Ábrám e, bátran kijelenti, az Úr gondot visel. Tehát itt már nem volt két, kételkedés, itt már nem volt e, kérdés, itt már nem volt félelem. E, ugye, a tökéletesség Isten szemszögéből mit jelent? Teljesen megbízni az, ő, út, az útjaiban. Elismerni, hogy ő az elsadály, ő a mindenható Isten. Igen, Ábraham eljutott végül erre a szintre. Ha tovább lépünk, arról olvasunk a Szent Igében, hogy Ábrahámnak neve megváltozik, és mi általában már a megváltoztatott nevét használjuk, én magam is, de Ábrámból Ábrahám lesz, lett az ő neve a Mózes első könyve 17. fejezet 6. versétől, 5. 6. versében olvassuk ezeket az igéket, és felette igen, megsokasítalak téged, és népek kéteszlek, és királyok is származnak tőled, és ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokasságának atyává teszlek téged. Miért kellett megváltozzon Ábrahámnak a neve Ábrámról Ábrahámról? Ábrám, fölséges atya, felmagasztalt atya, így fordíthatnánk ez a maga jelentése. Ábrám pedig a népek sokaságának atya, mint hogy az írás is pontosan ezt visszaadja. Nagyon fontos volt a, a sémi népeknél a, a, a név minden névnek volt egy jelentősége, valamit kifejezett, vagy a személyiségről, vagy aki a névadó, aki adta a nevet, ki akart valamit fejezni, valamit a jövőbe elébe akart tárni annak az embernek, és Ábrám életében is nagyon fontos volt ez, mert a Jóisten akarta, hogy tehát Ábrámnak a bizalmát akarta növelni ezzel, hogy igen, te egy nagyon különleges atya vagy, eddig is hallgattál rám, ott hagytad az otthonodat, eljöttél más földre, idegen földre, aztán a családodtól is jobban elváltál, csak én rám hallgatsz, de viszont ne veszítsd el a te hitedet, ígértem neked egy fiút, és te sokasságoknak az atya leszel. Tehát egyfajta, a Jóisten egyfajta bizalmat akart megint kialakítani, vagy megerősíteni még jobban Ábrámban ezáltal, hogy örökké ezt hallja, mert a, a nevek ezek, ezek nagyon fontosak. Az ember életében úgy is mondhatnánk, hogy kifejezik az embernek a küldetését, kifejezik az embernek a hitét, és Ábrám előtte ez ott kellett legyen, hogy megálljon, és tényleg a fedhetetlenségben, a tökéletességben fejlődni tudjon, egészen ameddig a Jóisten ezt ki tudja mondani róla, hogy elérte. Tudunk-e a Szentírásból még más helyzeteket, amikor a Jó Isten, ha nem is direkt módon, de közvetett módon megengedte, úgy alakította a gyermeke életét, hogy nevük megváltozzon? Ez lehet pozitív vagy negatív élményként? Hát ott van ugye, hogyha Ábrahámról beszélünk, akkor az utódjáról beszélünk, Jákobról. Ugye Jákob neve csaló. Isten gyermeke neve csaló, nem talál. És ugye, amikor Jákob megküzd, az ő, tehát kitart, és megküzd Isten, a Isten képviselővel, és ő, ő az áldásért küzd, akkor az Úr azt mondja, hogy többet nem lehetsz csaló. Ezután Izrael leszel, győző, győzedelmes. Vagy ott van Pál apostolnak az esete vagy egy új testamentumi eset, amikor Pálból saurus lesz. És hogyha akarod egy negatív példát is, ugye ott annak Dániel és a barátai Babilonban, amikor fogságba viszik őket, akkor ugye mindegyiküknek a neve valahogy Istennel kapcsolatos, és a babiloni hatosságoknak ez nem tetszik, és megváltoztatják az ők nevüket babiloni istenek mintájára. Tehát a név abban az időben, ahogy említette lász, és a sémita népek esetében pláne nagy jelentőséggel bírt. Hogyha tovább lépünk a gondolatokkal, de ugyancsak ebben az igében maradunk, az ígéret az volt a népváltoztatás nyomán a Jóistennek, hogy mert népek sokasságának atyává teszlek téged, hogyan teljesedett be ez Ábrahám életében, mert uh, arról olvasunk, hogy csupán egy gyermeke született, amit a Jóisten elismert és uh, úgymond jóvá hagyott, vagy ő volt az, aki áldásulatta ezt Ábrahámnak. Hát ha a többit is számolnánk, második feleségét, Keturát, onnan hat gyermek, majd még Ismaelt, és igaz, Hágártól, akkor mondhatjuk úgy, hogy minden kezdett alakulni a dolog, de Jósten ezeket nem vette számításba, hanem csak egy Izsák volt az ígéret fiú. Na most Ábraham uh, 160 éves volt, amikor még született két unokája, igaz, Ézsai és Jákob Izsáktól. Tehát úgy mondjuk, hogy elég szerényen teljesedett az ígéret az ő életében. De mégis hitáltal, valami elindult. Tehát nem az ő életében, nem azt ígérte a jóisten, hogy, hogy ő meg fogja látni ezt a sokosságot, hanem ő népek sokasságának atyává fog válni. De valamilyen szinten egy gyermek, aztán az egynek kettő, annak majd tizenkettő, és aztán így tovább. Majd ez elindult, de erre már Ábrahám nem ö, maradhatott életben. Ma sokáig. kiket számíthatunk Ábrahám leszármazottainak, az ígéret gyermekeinek, a Szentírás tanítása alapján. Pál Apostol írja a Galatabeli keresztényeknek harmadik fejezet hetedik versében. Értsetek, vagy kezdjük a hatodik verstől. Amiképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, értsetek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Illetve mi lelki leszármazottjai lehetünk Ábrahámnak, ha hiszünk. Ha ugyanúgy megbízunk a mindenható Istenben, ha ugyanúgy az ő kezébe helyezzük a életünket. Nagyon fontos gondolat az, hogy mindazok, akik nem vagyunk vérszerinti leszármazottai Ábrahámnak, fogalmazhatok így is, a zsidó nemzethez nem tartozunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk Istennek gyermekei. És a jó Isten hitáltal igaz a páli levelekben ez nagyon jól meg van fogalmazva, gyermekeivé válhatunk, és lelki értelemben Ábrahám leszármazottai lehetünk. Vannak ennek bizonyos lelki vetületei is, és szeretném, hogy ebből a fajta szövetségkötésből, amelyet a Jóisten Ábrahámmal kötött, néhány szakaszt megkülönböztetnénk, amely úgy Ábrahám ígér Ábrahám életében, mint a mi életünkben, lelki gyermekek utódok életében, Elvárt, hogy jelen legyen és beteljesedjen, mint bizonyíték annak, hogy abban a szövetségben vagyunk, amit Isten Ábrahámmal kötött, de az utódokkal is. Három szövetségről beszélünk, amit a leckénk is kiemel. Ugye már a 12., 15. és a 17. fejezetben találjuk ezeket. Az első Ábrámnak az elhívása, ezt talán mondhatnánk, az így kezdődik, hogy az első versben eredj ki a te földedből, a rokonságodból, nem olvassuk tovább, nagy nemzetté teszlek. Tehát mindegyik, mind a háromban megtalálhatók nem teljes mértékben bizonyos elemek. Az egyik a közeledés, tehát a Jóisten az, hogy azt mondjuk valakinek mi is, hogy erre egy arébb. Oda kell menjünk hozzá. Igaz? Tehát a Jóisten közeledett ábrámhoz. Ez, ez egy nagyon fontos, úgy az ábrám életében, mint a mi életünkben, Jóisten mindig az, aki ő közeledik az emberhez. Jóisten ö, ö, tesz egy lépést ö, felénk, mi nekünk is kell tenni. Tehát egy olyan kölcsönös akkor a, 15. fejezetben, ott, amikor kimondottan a fiú ígértetik, ott mondhatnánk, ott jobban látszik az engedelmesség, amit ha Jóisten elvár, Jóisten parancsol, az elsőben is ered ki, itt is megmondja, hogy és mind kell azt a bizonyos szertartásos szövetséget megkötni három állatot, ketté vágott, meg volt hagyva, hogy teszi le, hogy megy át közöttük, hogy fogadja el a Jóisten, hogy köti meg ezt a jelképes szövetséget. Itt engedelmesség kell. Amit az Isten mond, ahogy ő rendeli, ő állapítja meg a szövetség feltételeit, engedelmeskedni kell. Hát nem csak Ábrámnak, nekünk is kell. Jóisten a mi számunkra is megmondja konkrétan az igében, mik az engedelmesség feltételei. És Jóisten egyik szövetségben sem hiányzik az ígéret mind a háromban ott van, hogy az Isten ennek fejében mit ígér. Ő csak a javunkat akarja, de mindegyikben ott van az örök szövetség, mármint hogy valóban örökké az Isten vissza akar helyezni bennünket abba, abba, a csodálatos állapotba, onnan kiestünk. Ezt megígéri mindegyik alkalommal, és nem csak Ábrahámnak, hanem minden hívő gyermekének, aki hitáltal Ábrahám nyomdokaiban Istent követi. Kiáltal vált lehetőség, kiáltal vált lehetségesé az, hogy valójában Ábrahámnak tett ígéret a Istennek valóságá váljon, és népek sokassága, népek sokasága fejedelmévé atyává váljon Ábrahám, illetve mi, akik nem rendelkezünk Héber származással, mi is Ábrahám gyermekei tudjunk lenni hitáltal. Hát gyakorlatilag itt Krisztus az, aki lehetővé tette ezt az egészet, <laughs> És amint említettem az előbb is a Galatabeli uh, keresztényekhez írt levél uh, által, tehát gyakorlatilag mi Ábrahám, Izsák és Jákob szövetségének a leszármazottai vagyunk. Mert egy másik helyen Pálapostól mege, uh, megemlíti, hogy nem a fizikai utódokról van szó, hanem a lelki utódokról. És igen, mindenki, mindenki, aki hisz Istenben, aki megbízik benne, az részese lehet ennek a szövetségnek. Mert az a szövetség örök. Ezt tisztáztuk a legelején. Hogyha csak a zsidó népre leszorítjuk az egészet, akkor probléma van. Mi volt a szövetségkötésnek az alapja? Mindenki része lehet ennek a szövetségnek, vagy csak egyesek? Minek az alapján köt szövetséget a jóistennel ma velünk? Csak aki akar. Uh, Furcsán hangzik, de ez így van. Isten mindenkinek felajánlja, hogy ott van a, a, a törvény, Isten törvénye, ami elítél, azt tudjuk. A, a, a törvény azt mondja, védkeztél, meghalsz. A bűn zsoldja a halál. De Isten az ő kegyelmében lehetővé tette mindenki számára. És ugye ott van a János 3.16 közismert szöveg, hogy bárki hiszen és visszatérünk arra, ami, ami itt Ábrahám van. Bárki hiszen, bárki követi Ábrahámnak a példáját, megbízik Istenben, hisz Istenben, annak örök élete lehet. Tehát gyakorlatilag a, a kegyelem, az egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy nem érdemled meg, de megkapod. Tehát itt nem kell valakihez tartozzak, mint nemzet, mint zsidó nemzet, hanem Istenhez kell tartozzak. Ez a hit általi megigazulás, mint teológiai is szoktuk nevezni. Hiszek, és akkor Isten népéhez tartozhatok. Ábrahám leszármazottja lehetek. A kegyelem az egy nagyon fontos része ennek a szövetségkötésnek. az ez az alapja, ami által mindezek beteljesülhetnek a mi életünkben, és valamikor az elődeink életében. Kicsit részletezzük azt, hogy mi a mi részünk, miután Isten az ő kegyelmét felajánlotta mindenki számára az ő fiában, és lehetőség adott arra, hogy mi döntsünk a jóisten mellett. Gyakorlatilag ez miben nyilvánul meg, miben nyilvánult meg Ábrahám életében és a mi életünkben. A Kegyelem Szövetsége. Igaz, ez a szövetségkötésnek az, a, az alapja. És euh, ez pedig maga a törvénynek a, 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 a törvényre épül. A szövetség alapja a törvény, és erre tudta maga Jóisten azt mondani, hogy igenis, hát akkor, hogyha megrontottátok, akkor meg lehet újítani ezt, én adok rá e, e, erre lehetőséget. Ezt mi hitáltal tudjuk megújítni, Ábrahám is hitáltal közeledett a Jóistenhez, Jóisten ezt próbálta nevelni, próbálta a hitet növelni Ábrahámban, és ilyen formában ö, nekünk meg kell tartani ezt a, ezt, ezt a szövetséget. Egy dolog, hogy, hogy megígérünk valamit, mert a szövetség azt mondjuk ígéretekből áll, és egy másik dolog, hogy, hogy, hogy most azt az ígéretet én megtartom. Na most a megtartás az engedelmességben fejeződik ki. Így volt már a kezdetektől, pont itt bukott el Ádám és Éva. És ilyen formában a Jósten engedelmességet vár el tőlünk. Jézus Krisztus áldozata által, hit által elfogott az ő vére, ami bűnbocsánatot ad, ami számunkra. Ilyen formában az ember belekapaszkodva be ebbe az isteni kegyelembe, lehetőségbe, ilyen formában rendezhetjük a mi életünket, és engedelmességre tud segíteni az Isten megint Krisztus erre által bennünket. Csupán csak röviden annyit szeretném még hozzátenni, ne felejtsük el, tisztáztuk a legelején, a szövetség az kapcsolatot jelent. Hit által, tehát hit és kapcsolat. Ez a kettő a szövetségnek a kulcseleme. Ha ezeket megvalósítjuk, akkor igen, akkor részesei lehetünk ennek a szövetségnek. Isten engedelmességet vár el, de nem mechanikus, nem félelemből való engedelmességet, hanem egy kapcsolatból fakadó engedelmességet. Nagyon értékesek voltak ezek a gondolatok, amelyek elhangzottak, különösen itt a végéhez közeledve. A záró gondolatainkat megfogalmazva, melyek lennének azok a tanácsok, amelyek, amelyek által megértenénk, hogy hogyan tudunk megmaradni abban a szövetségben, amit Isten kötött az emberi családdal az örök szövetségben. Röviden csak annyit mondanék. Az Isten részéről ez a szövetség, ez örök. Ez nem változik. Tőlem függ, hogy hogyan válaszolok erre az ajánlatra. Éppen ezért szükségem van bölcsességre, hogy helyesen döntsek Isten mellett mindig. Én egy ige verset hoznék ide a Galata Levél második fejezet 20. versét. el együtt megfeszítettem, Élek pedig többé nem én, hanem élt bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta életem. Krisztus megtette a magáét. Ábrahámért is értünk is. Ezért csúcsosodott a Izsák áldozatában az egész. Ott már látta a Jóisten ábrában. De ezt kell tegyük mi is. Krisztussal együtt megfeszítessünk a bűneinknek. Krisztus meghalt a kereszten, a mi bűneinkért nekem ma kell meghalni azokért a bűnökért. Krisztus nekem segítemben, hogyha engedelmes vagyok a törvénynek, az ő akaratának. És hogyha ez a ilyen formában a kapcsolat egyre szorosabbá válik, és a hit által Jósten tud bátorítani, erősíteni bennünket, és így a győzelemre juthatunk az ő segítségi által. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm ezt a beszélgetést, a Isten áldása maradjon velünk. Szeretettel akarjuk. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak a mai beszélgetésben is. Most már negyedik alkalommal próbáltuk megérteni azt, hogy mit is ígért a jó Isten az emberi családnak, és az örök szövetség által hogyan teljesítette be az ő ígéretét. Egy biztos, Istennek ígérete örök. Istennek ígérete az ő kegyelméből fakad. Isten az ő ígéretét az Úr Jézus Krisztusban beteljesítette. Ezek mind biztosak és nem változnak. Ami változik, az a mi magatartásunk vagy hozzáállásunk a Jóisten ígéretéhez, a Jóisten szövetségéhez. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy meg tudjuk érteni mindegyikünk a magunk során azt, hogy mi Istennek akarat az életünkre nézve, hogy mi ne elveszünk, hanem örök életet nyerjünk az Úr Jézus Krisztusban. Ehhez azonban meg kell maradnunk abban a szövetségben, amit az Úr Jézus Krisztus által elnyerhetünk, mindazok, akik hiszünk ő benne, és hiszük, hogy ezt meg tudja tenni életünkben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom Önöket egy hét múlva a következő beszélgetésre is, a viszontlátásra.